A krónikus vesebetegség a kezdeti stádiumban gyakran tünetmentes, mire az első tünetek jelentkeznek, a vesefunkciók akár 90%-kal is romolhatnak. A vesebetegség világszerte 700 millió embert érinthet. Hazánkban évente mintegy 600 ezer vesebeteg szorul gondozásra, és közel 350 veseeltültetést végeznek el a szakemberek. Magyarországon közel 6500-an vannak azok, akiknek életben maradásukat a művesekezelés biztosítja. Ezek a drámai adatok az idén 10. alkalommal megrendezett Vesevilágnapi rendezvényen hangzottak el. A Vesevilágnapja a veseelégtelenséggel foglalkozik, a különböző stádiumú veseelégtelenségekkel a gondozottak, a dializáltak, illetve a transzplantáltak csoportját különböztetjük meg a veseelégtelenséggel kapcsolatban. Ehhez nem tartozik például, akinek veseköve van. A vesebetegség kialakulásának szempontjából a rizikócsoportba tartoznak a cukorbetegek, a túlsúlyosak, a dohányzók, a magas vérnyomás betegségben szenvedők és az 50 év felettiek is. A megelőzés, egészséges életmód, súlykontroll, a szénhidrát anyagcserénk, vércukor anyagcserénk rendben tartása, vérnyomás ellenőrzés, a megfelelő vérnyomás kezelés, koleszterin szint ellenőrzése, és hát a rendszeres szűrővizsgálatok, házi orvosi vizsgálat, és amennyiben már szövődményre utaló jelet észlelünk, akkor a időben a szükséges egészségügyi beavatkozásokat tegyük meg. A romló veseműködésnek számos tünete van, ilyen például, ha a napi vizelet mennyiség jelentősen fokozódik, majd csökken, a vizesedés, majd az emiatti testsúly csökkenés. Gyanakodni kell akkor is, ha gyakori a gyengeség, fáradtság és alvászavar, majd romlik a koncentráció képesség. De vese problémára utalhat a romló étvágy és a bőrviszketés is.